és igyekszem nagyon-nagyon az időhöz szorosan kötni a műsorunkat, azért, mert ma este van még a mi életünkben fontos esemény, és azt szeretném, hogyha ezt úgy tudok átélni, tömegben és közösségként. Nos, üdvözlő beszédem nagyon rövid lesz, bár a 25 esztendő, amit eltöltöttünk itt Balánbányán azzal, hogy megünnepeltünk minden évben a március 15-i eseményeket, hogy minden esztendőben egy kis zúgban, vagy egy kis szobában egy pár lelkes ember megírta a forgatókönyvét a műsornak, aztán estéket, hosszú estéket vitával szeretetben töltött el a vagyizottsággal, és a végén a szívüket a színpadon önök elé tárták. Az a 25 esztendő lehet, hogy egy nagyobb összefogást igényelt volna a város részéről. Nagyobb létszámot a templomban és a kultúrházban egyaránt. Azoknak mondom ezt, akik nincsenek itt. Mert akik itt vannak, azoknak csak azt tudom elmondani, hogy az eltelt egy hét alatt a szívünk legnagyobb szeretetét sikerült összegöngyölíteni kicsi helyre, kicsi időbe, eléggé sűrítve, és azt fogjuk önök elé tárni. Nem egy ember munkája, hanem egy közös produkt, ami azt bizonyítja, hogy az Ördögborda most felnőttként tisztelhető. Mert mindenki azon kívül, hogy az erejét, energiáját adta, és a szívét, adta az agyát is, az ötleteit. És így szültéktük meg ezt a műsort. Ez a műsor nem nagy dolog, ez csak egy úgymond belső kényszer, hogy tegyük le, róljuk le a tiszteletünket mindaz előtt, amit március 15 jelent. Egy kicsit eszement ötlet, pontosan olyan eszement ötlet, amit lehetett volna követni a Pákozi csata után. Ugyanis a Pákozi csata után, ha a magyar nép neki megy Bécsnek, akkor lehet, hogy a 48-as forradalom után a szabadságharcra már nem így van szükség. A kérdés az, hogy az ember néha elég őrült-e bizonyos dolgokba belefog. Hölgyeim és uraim, néha őrültségnek tűnik az, amit teszünk. De higgyék el, hogy meg kell tenni, mert holnap már lesz olyan, hogy nem lesz aki. Tehát az a helyzet fog fennállni, nem ezt a kinek megtenni. Ahányszor lehet, ahányszor csak lehet keressék a szeretetben való együttlétet, hölgyeim és uraim. És azok is, akik otthon van. Jó Isten áldja meg magukat, én nem vagyok jó orátor. Néhány gondolatot viszont képpel összevágtam, ez összesen 11,5 percet fog elvenni az életükből. Nagyon kérem, hogy a tartalmát ne célzatosan keressék, hogy mit akar mondani, hanem úgy, ahogy van, szívleljék meg. Képben is, bár gyenge útra, de szívből jövő. Érezzék jól magukat, nagyon szépen megkérem, aki teheti, ezután az együttlét után, jöjjön le velünk a tanulók házába, hogy nyomorogjunk, de nyomorogva együtt nézzük meg Nagy Noémi Krisztát, amikor megint csak a mi útunkat eljárja ő is, tehát téli képernyőink fog szerepelni, beszállt a pávában, hogy együtt izguljunk érte, ha sikere lesz, miért ne lenne, akkor azt együtt ünnepeljük. És hogy a napnak egy ilyen méltó örömbéli befejezése legyen, aláhúzom két vonallal együtt.
Nagy nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Az 50-es évek végén édesapám írt egy verset, mivel arról írt, hogy hideg van, farkasok üvöltenek, de ki kell tartani, mert eljön az áldott tavasz. Akkor ő ott, ezért a hitéért 7 év börtön kapott, amiből 4 és felett leült, majd meghalt. Tavasz. Ugye, tavasszal befogadja a föld, a búzamagot. De adventben is, ugye, Mária befogadja Jézus Krisztust. A befogadásból mindig élet fakad. Adná az Isten, hogy tényleg ez a nagylelkű gesztus életet szüljön. Én tudatosan nem mondanék le román állampolgárságomról. Viccesen mondtam, ha rajta múlna, én felvennék az ukránt is, szlovákot is, szerbet is. Hát meg vagyok győződve, együtt, közösen, összefogva, egymás kezét megfogva. Hát az a 400 évvel ezelőtt megválasztott Betlehem Gábori aranykor, tündérkert, megvalósítható itt Kárpát-medencébe. Én hiszem, hogy az aranykor nem mögöttünk van, hanem előttünk van. És hiszem azt, hogy ez csak a tudatos befogadásból születhetik meg. Az elmúlt 20 évben több mint 5000 gyereket fogadtam be, és életem minden értéke ezekből az igenekből fakad. És újra kezdeném, minden egyes igent újból kimondanák. Én hiszem, hogy aranykor, Kárpát-medence tündérkertje, hát az igenekből fog megszületni. Abból, hogy egymás mellett döntünk, hogy bízunk egymásba, hogy hisszük azt, hogy együtt, közösen minden könnyebb lesz. Adná az Isten, hogy tényleg a 21. században, és ne csak a mi magyar szíveinkből, hanem a Kárpát-medencében velünk együtt élő minden nemzet szívéből egy nagy igen fakadna fel, hisz mindannyian mondjuk a mi atyánkba, jöjjön el Isten országa. Adná az Isten, hogy tényleg ezekből az igenekből a szeretet, a jóság, az irgalom országa épüljön fel mindannyiunk számára. Egy olyan ország, ahol a határokon át lehet járni, ahol az ember, embertársának testvére, ahol nem üvöltenek a farkasok, és ahol béke van. Isten áldja meg magukat.
Tisztelt ünneplő közönség, kedves honfitársaim! Március 15-e méltán foglal el különleges helyet a magyarok szívében. Ez a nap ugyanis a magyar nemzet születésnapja. Mindannyiunk közös ünnepe, nemzeti összetartozásunk fényesen ragyogó szimbóluma. 1848-ban ugyan már közel 1000 év telt el attól a pillanattól fogva, amikor népünk államot alapított a Kárpát-medencében, de csak a forradalom, s majd az azt követő másfél év szabadságharca alatt született meg nemzetünk, a különböző társadalmi rétegekhez tartozó egyének akarategysége. A márciusi ifjak, majd az első független magyar kormány tagjai hittek benne, hogy a szabadság, a társadalmi igazságosság és felemelkedés, illetve az egyén boldogsága és jóléte csak együtt teremthető meg. Ma, amikor a fogyasztói társadalom csábítása, a globális gazdasági és pénzügyi válság arra ösztönöz bennünket, hogy csak a saját boldogulásunkkal törődjünk, ne feledjük nemzet 48 üzenetét. Társadalmi igazságosság és szabadság nélkül nincs valódi egyéni boldogság. Csak az a nemzet, az a társadalom képes ellenállni a válságoknak, amelynek egészséges a szövete. Ne egyénekként éljünk a világban, hanem vállaljunk felelősséget családunk, szűkebb közösségünk és nemzetünk többi tagjának sorsáért is. Ha így teszünk, ismét megteremtjük azt az akarategységet, ami 165 éve élt elődeink küzdelmét, sikerre vitte. Azt mondom sikerre, és részemről ez nem a történelmi tények átértelmezése. Természetesen tudjuk mindannyian, hogy a szabadságharc elbukott. Hogyan is vehettünk volna fel sikerrel a fegyveres küzdelmet egyszerre két hatalmas erővel, az osztrák császári és az orosz cári haderővel. De a megszületett gyermek, a fiatal magyar nemzet, a későbbi véres küzdelmekben felnőtt, megemberesedett. Még a katonai vereség után is elég erős maradt ahhoz, hogy kikényszerítse a kiegyezést a Habsburgházzal, s megalapozza azt a fantasztikus gazdasági, társadalmi, kulturális fejlődést, amit hazánk az 1867 utáni fél évszázadban megismert. A történelem itt ismét világos tanulsággal szolgál a számunkra.
Nincs hiába való küzdelem. Az érdekeink és a céljaink melletti kiállás mindig meghozza a maga gyümölcsét. Ha nem a mi nemzedékünk számára, akkor majd az utánunk következőknek. Felelősségünk tehát nem csak a jelen társadalmi szövetében élő nemzettársainkra, embertársainkra terjed ki. Mi egy időben végtelen messze nyúló, hosszú lánc tagjai vagyunk. Mai cselekedeteinkkel, felelősséggel tartozunk azokért, akik előttünk jártak, és azokért is, akik majd utánunk következnek. Isten áldjon meg a magyar, tartson nevem, míg a föld tart, haragicsom hazájában, éljen örök boldogságban, éljen örök boldogságban. Töltse békében napjait, egyezve lássa fiai, tatár körök s más ellenség, minket meg ne rendíthessék, minket meg ne rendíthessék. Isten áldja meg a magyar, tartson nevem, míg a föld tart, Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar embert, minden igaz magyar embert. Thank you.
sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Budapesten! Kurbéri viszonyok megszüntetését!